Ünnepi műsorral egybekötve nyitották meg az Aomori Tehetségei című kiállítást. Kecskemét és a japán partnerváros Aomori között 1994 után kezdődtek a települések oktatási intézményeinek csereprogramjai egymással. A programok közül kiemelkedik az alkotó diákok válogatott munkáinak kiállítása. Az elkészült műveket eljuttatják egymáshoz és bemutatják a nagy közönség számára. Ennek szellemében nyílt meg a mai tárlat. Aomoriból a kékeszöld hegyek, az óceáni kikötő és a japán szerte kedvelt almavárosából egy általános és egy középiskola diákjainak díjazott versenyművei érkeznek minden év tavaszán. A tárlatot Sato Kuni, japán budapesti nagykövete nyitotta meg, aki a magyar és japán nép közötti szoros kapcsolatról is beszélt. A házigazda Hírösváros részéről köszöntőt mondott dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét megyei jogú város alpolgármestere, és dr. Kriston Vizi József a két település kapcsolatainak civil ápolására szerveződött egyesület mostani elnöke.